Gyarmati János szobrász művész kapta a Bernádi emlékplakettet. Az elismerést 19. alkalommal adták át a város egykori polgármesterének az emlékére szervezett ünnepségsorozat részeként. Teltház előtt tartották a Bernádi Napok egyhetes rendezvénysorozatának záró gáláját. Nem csoda, hogy zsúfolásig megtelt a Kultúrpalota nagy terme, hiszen három neves zongoraművész, Klukkon Edit, Ránki Dezső és Ránki Fülöp Liszt és Kodály műveket szólaltatott meg. A gála keretében adták át a Bernádi emlékplakettet, amelyet idén Gyarmati János szobrászművész több évtizedes munkásságával és pedagógusi tevékenységével érdemelt ki. Az elismerést jelentő plakettet egyébként ő készíti már 20 éve. A nyáron, amikor készítettem Barok Cubi barátommal, az öntővel, hát nem gondoltam, hogy saját magam részére fogom készíteni. Megtisztelő dolog, és nagyon szépen köszönöm a Bernádi kuratóriumnak, hogy érdemesnek tartottak erre. Borbé László, az alapítvány elnöke ünnepi beszédében számszerűsítve beszélt az alapítvány 20 éves fennállásáról, illetve arról, hogy az eltelt évek alatt több mint 20 ezer rendezvényt szerveztek. Bár minden évben fontos, hogy kikapja a Bernádi emlékplakettet, idén ennek üzenetértéke van. Nagyon megérdemelte, tényleg a saját emlékplakettjét vette át, hiszen ő álmodta meg ezelőtt 20 évvel, mikor elkezdtük adni, hát én szerintem az egyik legtehetséges szobrászunk. A zárógálán elhangzott, jövőre sincs megállás a Bernádi Napok körül, még több programot szeretnének szervezni és bevonni a fiatalokat is mindebben.